Haló! Hoztam tejet magamnak. Na hello, sziasztok! Ez egy következő stream, ahol mégsem Harry Potter lesz, mert következtek néhány komplikációk, ezért kezdem egy picit előrébb is. De úgy voltam vele, hogy attól még nem, megpróbálom nem kihagyni a streamet. Éppen egy pont jó témában voltunk benne, ezért késtem egy nagyon picit, mert arról beszélgettünk, hogy a Whiplash és a La La Landnek ugyanaz a rendezője van. Most tudnám a nevét. Na, úgy tudom a nevét. Damien Chazelle. Chazelle, azt hiszem. Na mindegy, a Whiplash és a La La Land. Mind a kettőnek ugyanaz a írója is, azt hiszem az íród is ő volt, Damien Chazelle, nem biztos. De mindegy, a rendező az ugyanaz a kettőnél. 49 millióból csinálták a filmet. Bocs! Nem! 3,3 millióból csinálták a filmet. 3,3 millió dollárból. Ezt el tudjátok képzelni, mennyire kicsi? Ez nagyon kicsi. Ez nagyon-nagyon-nagyon kicsi összeg. Hát alapból a filmeket, mármint az amerikai filmeket, egy ilyen átlag 100, vagy átlag, inkább mondok olyat, hogy 80-tól 150-ig szokták csinálni. 80 milliótól 150-ig, inkább ezt mondom. De az átlag, mert szinte a legtöbb film, most itt van, mit tudom én, Metál csendje. Ugyanaz zenei film, 2019-ben azt hiszem, hogy Oscart is kapott. Nem csak díjak, Spirit díj, de mindegy. Mindjárt gyors megnézem, hogy ezt nem a port.hu. Nekem a izé kell itt. Where are you? IMDb. Szia, bogár! Nem kaptalak el. Én általában ide kiírják a dolgokat. Nem. Pont, hogy nem írták ki. A rohadt életbe! Húha! De, itt van, budget! Na nézd meg! Megint. Zenei film. Tökre érdekes. Zenei film 5,5 millió dollár. Zenei, de hogy van? Mondjuk ezt se sokan ismerik. Prime Video, ja persze, ez Prime Videós. Na mindegy, ezt se sokan ismerik. Mit tudom, hogy Django elszabadult. 2012-es film, mindenki ismeri, nagy színészekkel benne. Költségvetés 100 millió dollár. Becsült. Persze, de senki se tudja. Mondjuk ezt a izé írta. De port.hu-t, a faszom akar port.hu-t nézni. IMDb, ez kell nekem. Estimated, itt van. 100 millió. Ez normál. Ez teljesen normál. Good Will Hunting, az nagyon alacsony költségvetés lesz. Tudom. 10 millió. De ez, hogy belegondoltok, ez magyar film, ezt most csak még elmondom így az elején, ezek a magyar filmek, azokban azt is millióba mérjük, csak forintba. Szóval most gondolj bele, hogy ezeket az amerikai filmeket átszámítanád magyar pénzben, mert volt, amiket átszámítottam, és egyszerűen nagyon durva. Na mindegy, hogy nem is fontos. A lényeg, Whiplash és kaliforniai álom, mert így ismeritek ti magyarok, La La Land. A Whiplash volt az első próbálkozása a Damiennek, a Damien Chazelle-nek, vagy ahogy ki kell mondani a nevét, hogy
megpróbál egy saját általa leforgatott filmet fölvinni a vászonra. Saját ötlete alapján, mit tudom én, a izé, látás, sztori, hangulat, kinézet, zene, zenét azt izé szerezte, azt a Justin Hurwitz, vagy hogy hívják? Hurwitz. Justin Hurwitz, mit tudom én, mi a neve. Többnek is ő szerezte a zenét. Na mindegy. Ez volt az első próbálkozás. És ez nem az, hogy ismert lett, de nagyon, nem nagyon befutott. Szóval nem lett akkor a húha nagy dolog, de akik szeretik, akik ismerik, ez ugyanolyan, mint a nem teljesen ugyanolyan, mint a kincses bolygó. Azt sokan ismerik, de azt akarattal nem akarták befuttatni. Ez nem. Ez egyszerűen csak nem lett akkor a húha nagy szám, mert nem kapott akkor a fényt. És akkor most itt van a La La Land, ahol már úgymondva híresebb színészeket használtak, 2016 vagyis két évvel később rögtön elkezdték a forgatást, Ryan Gosling, Emma Stone, ugyanaz, Damien Chazelle, vagy ahogy mondani kell a nevét, az rendezte és írta. Szóval ez már big blockbuster, 30 millió. Magyarul 10-szeresét, nagyjából 10-szeresé, ilyen 9-szeresére ment. De ebbe az az érdekes, hogy pont erről beszélgettünk most, hogy megnéztem, ami nem megnézte a bátyám, de láttam már egyszer, de most megnézi tudatosan még egyszer, és nézi. Mondja, milyen jó ez a film, ez a Whiplash. Mondom, igaz? De hogy miért? Mondom, mert nem megszokott sztoriról van itt szó. Itt van a kaliforniai álom, a La La Land, vagy ki, ahogy hívja. Lány, fiú megismerkedik, történik, összeismerkednek, két külön világból jönnek, tökre jók lesznek, de lesz valami dráma, valamiért nem illenek már össze, de a végén újra összetalálkoznak, és elfogadják, hogy hát jó, ilyen lett az életünk, boldogabb, lehet, hogy boldogabbak lettünk volna együtt, de így is jó, vagy így jobb, és elfogadják. Szomorú, de egyben boldog vég. Elmondom, szóval tényleg, ez jó írás, le a kalappal. Hol hallottuk ezt már? Notebook. Mert pont ez jutott eszembe, még ugyanaz a színész is. És ugyanez van ott is, csak ott nem úgy lett vége, hogy különültakra váltak és elfogadták, hogy így is boldogak lesznek, hanem ott pont inkább az lett a vége, hogy ugyanazon az úton vannak, vagy mi az, ugyanazon az úton, hogy keresztezték utokat, és úgy maradtak, és így lettek boldogok. Húha! De ugyanaz a sztori. De mindig ezeket, ez sokkal többször visszakapjuk ezt a sztorit már, az ilyen szerelmes sztorik, azok nagyon, azt eszi a nép. De egy olyat, hogy a tanár addig nyomja, üti, vágja a gyereket, míg bekerül a Hall of Fame-be, de nem a gyerek kerül be oda, hanem a tanár. Szóval egy egoista film, úgy mondva, a kettőnek a párharcáról van. Szóval van benne szerelmi ág, de felesleges. Mármint, hogy tényleg csak felesleges, csak nem tudom. Nem. Annak a szerelmi ágnak igazság szerint csak annyi lényege van, hogy megmutassák, hogy mennyire elszánt a gyerek abban, amit szeret csinálni. De igazság szerint sok értelme nem volt. De, na mindegy, de ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal a emberekkel dolgozott együtt a rendező, pont azért, mert a Whiplash elérte azt, amit kellett, úgymondva. Szóval nem az volt a lényeg, hogy az egész világnak bejöjjön, ez legyen az új húha, de nagy Oscar film, hanem az volt a lényeg, hogy az ötletet, amit át akart adni, az átadta. Mert sok minden az, amit így egy normális, ameddig elindítom a játékot, gyors. Ne az legyen, hogy itt egész végig beszélek. 17 percet csak beszélek, 10 percet csak beszélek. Ne az legyen, hogy... nem hangos? Ó, de nekem nagyon hangos.
Nekem nagyon hangos. Nekem mindig nagyon hangos. Hát hogy a szarba van ez? Ja, itt jövünk, de nem, ez jó pálya lesz. Tudok közben is beszélni, ez nem lesz baj, csak még jobban leveszem a hangerőt, mert nekem ez hulla hangos. Így 8, talán. Oké, így már sokkal jobb lesz. Ezt megcsináltuk, megcsináltuk, akkor itt megyünk, Spilláden. Mit a sőn? Jó, várj, át kell kapcsoljam. Tesó. Így. Game Capture. Jedi Akadémia. Oké, megvagyunk. Diese Einrichtung ist leicht verteidigt. Sie dachten, wir würden sie nicht finden. Mein Zielcomputer wird deine Signale erfassen. Platziere sie an wichtigen Stellen. Dann verdrücken wir uns. Ich fliege mit vollem Laserbeschuss. Wenn alles planmäßig verläuft, ist deren Verteidigung ausgeschaltet, bevor sie merken, dass wir sie getroffen haben. Na mindegy. Olyasmi dolgok is vannak a filmben, hogy látványilag meg el van különítve az, amikor a protagonista, magyarul a főszereplő, milyen lelki állapotban van. Vannak a filmben olyan részletek, amik inkább ilyen zöldes, hideges, zöldes, kékes tónusban van. Egy ilyen... ilyenkor azt érzi az ember, és inkább a főszereplő abban az érzetben van, hogy ő nem ebbe a világba tartozik. Ő külön érzi magát ettől a világtól, kényelmetlen, rosszul érzi magát, meg ilyesmi. Most amikor a zenével foglalkozik, amikor benne van a zenekarban, a dobszerkónál ül, meg ott van, akkor inkább egy ilyen melegebb, sárgás tónusú, egy ilyen sárgás, inkább picit sötétebb, sárgás tónusú, melegebb fények látszódnak. Magyarul ő ott érzi jól magát, oda tartozik. So on and so on. Szóval van egy, és a filmben ezek ténylegesen így be vannak mutatva, ez a kettő így váltakozik, hogyha odafigyelünk. Tökre érdekes. Ez most egy laikus, az nem nagyon veszi ezt észre. De nem is fontos, mert ez csak egy olyan dolog, sokszor, nem az, hogy sokszor megnézed a filmet, de hogyha elemeire bontod, akkor észreveszed egy idő után. Na mindegy. Ott hagytuk abba, hogy megszereztük ezt az Obi-Wan valamit, nem tudom, hogy teljesen-e, ezt teljesen megszereztük a Darth Vader-es megfojtást, meg a Heal-t, de van egy ilyen Obi-Wan-osunk, ami csak annyit csinál, hogy őt bármilyen messziről elindíthatom, hogy harcoljon a többi ellen. Micsoda praktikus dolog, nem? Ha. Ennyi. Meghal. És elvileg ott van még egy. Ott az ára, most elvileg kilőhetem. Na, és eddig tartott az ér. De itt jó a zene. Nekem meg valami vegi valami nyelve maradt. Hú, úgy utálom ezt. Nem is tudom, hogy jönnek ezek elő. De irritáló. Na várja. R. Törtsünk csak. Amikor így ilyen... Hulla irritálod, amikor egy ilyen izé van, egy ilyen csomó van tudod a nyelved alatt. Soha se értettem, hogy miért jön ki. A legpraktikusabb dolog, szóval itt nem azról van szó, hogy unalmas végigcsinálni a játékot, hogy már százszor kijátszottad. Százszor biztos nem játszottam ki. Azért annyiszor nem, de... Hát szerintem egy tízszer lehet, hogy kijátszottam már. Itt is van döntési lehetőségünk, amúgy ebbe a pályába ez a jó. Mind a két irányba indulhatunk.
És ők most akkor velünk van. Ennyi. Mehetünk megint a másik irányba, én csak így gyakortam, mert miért ne? De, mert itt vannak cuccok, amiket... ilyenek. Itt kellett volna harcolni ellene, itt lesz az első, amit föl kell robbantsunk. Általában mindig ez az első, amit föl kell robbantani. Tehát bármilyen messziről beaktiválhatjuk, és akkor elkezdik lőni. Nem bármilyen messziről. Wow! Nem is tudtam! De jó, mégse bármilyen messziről. Tudok sétálni is. Na mindegy. Itt van az első, amit föl kell robbantani. Nagy dolog. Második. Ja várj, de sorba kell haladjunk, azt hiszem. Sorba kell haladjunk, mert tudom, hogy hol van a következő, az itt van ezen, amit itt bal alul láttok, vagy most már jobb alul, ott a csöveknél. És azt nem tudjuk megcsinálni máshogy. Itt, mondom ott. Ja, a játékok régen. Így. Szóval ezen igazság szerint gyorsan megvagyunk ezzel a játékkal, és ezzel a pályával. A probléma csak az, hogy sokáig tart megcsinálni. Ez ugyanolyan, mint az első pálya, amiből nagyjából voltam. Und jetzt die Kommunikationszentrale, damit sie keine Hilfe mehr rufen können. Oké. Okay. Itt le tudunk ugrani. Csak azt hiszem, hogy itt lesz egy... Ja, az ránk záródik, arra oda kell figyelni. Ctrl-Q. Ja, igen. Itt ez ránk robbant. Ebből belehaltunk, szuper. Mindig nem tudjuk aktiválni. Ez azért jó, mert akkor nem kell foglalkozzak ezekkel a hülyékkel. Így. Nekem így könnyű volt. De mindig pont akkor nyílik ki, amikor... Na, ez egy rossz rész lesz. Ezt most előre elmondom nektek. Minden lesz. Visszajövök még egyszer, mert a izékat ki akarom lőni. Az áramosokat. Így. Van még egy, azt hiszem, mert ketten vannak. Ezért jó, amikor van áramod, amit tudsz lőni. Elvileg van egy, most kaptunk egy kódot, vagy azt hiszem nála van a kód? Nem. Van egy kódunk. Szuper, na mindegy. Vannak még ilyen cuccok, ilyet ezt kap, juice-t azt kaphatunk. Ó, maximumra! Lánkeső? Na mindegy, itt az egyiket azt hiszem kinyithatjuk. Az ez lesz, vagy az lesz?
ki kell lökni. Ja, bocs. Így. Hát, hogy a fenében nyitom akkor ezt ki? De hallod, elfelejtettem. Ja, de hülye vagyok! Itt nem ide kell jöjjek. Mert látod? Olyan hülyén van megcsinálva a játék, hogy itt nem tudok tovább menni, mert itt van a izé. Az a cucc. Kontrollcentrum. Tudnám azt, hol van. Tippelek. Na mindegy. A probléma még ezzel a pályával miért tart olyan sokáig, mert nem mindegyik út van összekapcsolva a következővel. Szóval végig kell futni. És így lehet ledobálni az embereket, kedvencem. Legjobb dolog. Akkor elvileg föl tudnánk menni, hogyha ez működne, ez a szar, de nem működik. Uff, te ellenem vagy, vagy velem vagy. Így. Halott. Na mindegy, szerintem ide kell jöjjünk. Vagy le, vagy föl. Auf dem Dach. Ja, persze. Akkor föl kell menjünk. Föltartják a kezüket ilyenkor. Az eddig mindig leesett, azok nem tudom, hogy el tudnak-e menni onnan. Azt hiszem... Igen, az áramos. Na mindegy. Tölthetünk dolgokat itt. Kinyithatjuk az ablakot. Amit azt hiszem itt lökni. Így. Megint elhagytam a fegyverem. Mindig úgy vannak. Szuper. Hagyjak nekik ott egy ajándékot? Ha? De csicska geci vagyok. Visszanézhetnéd. Láttad? Oké. Na, itt megint van egy ilyenünk. Ez nem lustaság. Okosan játszik. Ennek a, ezt így hívják, hogy okosan játszik. Nem? Én szerintem ebben nincsen semmi rossz dolog. Platziere das nächste Signal am Generator, damit wir diese Turbolaser ausschalten können. Na, itt akkor mehetünk le. Azt hiszem a másik oldalra mehetünk, és akkor ott még lejjebb megyünk, vagy itt belül? Belül le mehetünk? Mindegy, megyünk itt egyszer.
Ennyi. És azt hiszem itt van először, hogy találkozunk egy áramos hülyével. Jó gondolom? Egy olyannal tudod, aki csak erőt használ. Köszönöm. Megint hol a fegyverem? Laza vagyok, nem? Meg szoktam általában nézni, hogy van-e olyan fegyver, amit használhatok. Ó, oh, ez gyorsan megy, ezt el is felejtettem. És azt hiszem, erre megyünk, akkor szúrjuk el. Nem, akkor megyünk jól. Másik, ne, itt van valahol középen egy lyuk, amerre nem mehetünk. Vagy ez máshol van? Ja nem, akkor ez egy másiknál van. Das machst du gut, Jane. Na ott ki van most harapva belőle egy ilyen. Na most kell ide fölmenni, csak mivel azt már ausklearertük. Erre kell jöjjünk. Ott ki van harapva a széle. Te Eliott, szerinted hol lehet venni még izét? Műanyag poharat. Ja, ide jöttek megint ezek a ők. Harcoljanak csak egymás ellen. Danke, danke. Csak ilyenkor az van, hogy föl kell tudni menni itt, ez pont jól jön nekem. Itt, hát sokáig tartom a... De hát most, na. Ez már csak ilyen. De nincs ezzel baj, amúgy szeretem, szerintem ez egy jó pálya. Jó a zene is, meg úgy jó a sztori is, nem? De amúgy ez milyen bolygó? Amint, hogy ennek mi értelme volt a klónoknak? Sokan izére rajzolják csak ezt a cuccot. Tudod mire? Kim a papírra, mert akkor át tudják másolni. Tudod így a fényen keresztül. Mit mond ilyenkor izé? A Han Solo? Hogy mit mond? Hogy a lightsaber and magic powers isn't good in... Hogy van? Focus and izé isn't really effective against a good pistol, vagy mi? Valami ilyesmit mond. Na mindegy, itt van. Ez az, amiről beszéltem. És itt most megint föltöltjük magunkat. És ennyi volt. Itt nyomunk egy ilyet, és lent leszünk az alján. Magic! Jaden, eine Reihe von Truppen ist auf dem Weg zu den Tanks, um sie zu sabotieren. Halte sie auf, sonst war unsere Mission vergebens. Verstanden, General. Na, Kontrollpunkt megint, nem is kellett mencsek.
Kicska, leszek. Átment rajta. Oh. Van. Hetvenkettőn van, az már sokkal nem jó. Ha már megint, hihetetlen. Hó, a hihetetlen pofád. Na mindegy. Csak akkor így van, megint szuflánk nincs. Vicces vagyok? Jól csinálom? Ha? Jól csinálom? Ja, jó, hát nem baj, aludjak. Az a lényeg. Ez volt 2. Fáj bomben, akkor meg vagyunk. Azt hiszem van még. Van még. Én úgy tudom, hogy van még. Ott mondom. Kéne egy ilyen csipásat szerezzek. Schäden. 50. Kösz. Dobd le, úgy van. Nekem az kellett volna még. Das war's. Akkor meg vagyunk. Hát jó van, el nem találom. Itt már át sem tudok ugrani. Jó, harcoljatok egymás ellen. Török, Tom, Chef. Visszahajóz. Speedrun. Mi gyorsabban futunk egy picit. Azt hiszem, hogy abba halott a hajónk. De hogyha akarjátok, akkor még harcolunk egy picit. Ezek szerint már megölt mindenkit. Itt bent is lesznek még, szóval azokat is majd ki kell hívni, hogy harcoljunk. I'm
Nem? 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 Hol mich doch, Jäger. Nem? Nem? Oké, okay, ittek vagyunk. Kész a pálya. Gute Arbeit, Jaden. Luke hatte recht mit dir. Die Republik schickt Truppen, um die Plattform zu verteidigen. Dank dir können die Hinterbliebenen die Jünger Ragnus nicht sofort mit Nachschub versorgen. Luke hat einen Plan, wie wir die Jünger Ragnus finden, aber das braucht noch Zeit. Du kannst gern noch eine Mission übernehmen. Andernfalls treffen wir uns im Besprechungsraum. Na, szóval, akkor megvagyunk, menjünk tovább, mert nekünk kellenek az erők. Szóval Coruscant is jól írtam le. Coruscant, igen. Hey Jaden, legszebb bolygó. Du solltest das selbst problemlos schaffen. So kleine Ganoven wie Recto lassen sich gewöhnlich durch ein Lichtschwert abschrecken. Oké, okay, szóval itt kell most nagyon eldöntenünk, hogy melyik erőre menjünk rá. Menjünk rá a zöldre, amit soha nem fogunk használni, vagy menjünk rá az áramra, amit ugyanúgy szinte soha nem fogunk használni. De a zöld az igazság szerint egy okos dolog lenne, mert akkor nem fogunk konstant meghalni a izében, a zöld esőben. De alig vagyunk benne. De ha jól tudom, még mindig van 5 pályánk vissza, nem? De jól tudom, még 5 pályánk még van plusz ez. Az azt jelenti, hogy még 2 képességet maxra tudunk húzni. Magyarul ezt is, meg az áramot is maxra tudnánk húzni, ha akarnánk, de... De én azt mondom, hogy csináljuk ezt, mert én nem akarok az esőbe állva maradni. Glaubst du, du kannst hier reinstolpern und mich festnehmen, Jedi? Ma! Elérkeztünk a kedvenc pályámhoz, ahol annyiszor meghaltam eddig a stream során, hogy az csak na, nagyon sokszor. 2 kezemen 4 végtagomon nem tudom megszámolni, 5 végtagomon nem tudom megszámolni, hogy hányszor haltam ide bele. Ja, ettől féltem. Itt van még egy valahol. Ott is vannak hátul. És ott is fönt egy lő. Erről tudok, kösz! De én nem tudom, hogy ezt régen, én amikor, mit tudom én milyen módban játszottam, soha nem vettem észre, hogy ott fönt lőnek. Ó, oh, basszus, te köcsög! A hülye csipa. Köcsök csipa, esküszöm, nem tudom mit csináljak vele. Mit tudok csinálni vele? Ha belehalok.
Nem! De én ezt eddig hogy győztem le? Soha nem tudtam, amit erre nem tudtam eddig. A izék során eddig, amíg a valamivel játszottam így nem ultra módban, hanem csak úgy lazába, soha se tudtam, hogy az ott létezik ott fönt. Eddig nem zavart. Hát most már meg kell várni, amíg föltöltődik a izém, hogy át tudjam ezt szart ugrani. Meghaltam. Kip? Itt van. Nem tudom, hogy ez megöli. Come on, my pacho. Nem tudom, hogy megöli. Amúgy néz ki, ha ki tudja, de ugyanúgy meg fog ölni. Te kell lesz nekem! Nem. Te az enyém leszel. Szépen lelövöd nekem ott a föntit. Mi van? Lőd le azt a csicskát. Köszönöm. Na, most már csak ne basszam el. Hátul van, azt hiszem rejtek hely. Így. Megvan Chewbacca fegyvere, ezt általában így hívom. Ez szerint le lett lőve. Hála az égnek. Itt is vannak ilyen gyökerek. Akkor talán itt, valahol a hátában van valami rejtekhely, arról tudok. Kösz. Kösz. Fönt rakétás, vagy mi az? Nem tudom, ezt kijön-e értem. Ezek nem tudnak célozni. Így. Lője őt.
meghalt. Ügyes vagy. Ez nem csicska módszer, ez így laza. Föl tudok odaugrani. Mert itt van a gránátos. Nincs tovább semmi. Itt hátul, itt azt mondom, hogy sok elrejtett cucc van amúgy. Itt van egy ilyen... Ja, ott. Szállja az áramot. Ja, ne utálja az áramot. Így. Tudtam, hogy van itt. Na mindegy. Megyünk tovább. Ott. Meghalt. Oké. Pipa. Itt le kell ugrani. Milyen jó, hogy kinézek, picit kisasolok. Ügyes. Kösz fenyót. Ez jó lesz a lézeremnek. Kösz, hogy ennyit raktak bele. Kedves. És itt általában az van, hogyha nem lősz le senkit, akkor mind a négy oldalról meglőnek. De mindenkit megöltünk. És módon. Kösz. Gyere, menjünk közelebb. Oké. Nem tudok azzal mit csinálni. Csináld meg a dolgaidat, mi mit tudom én. Itt van még, ja. Jól tudtam. Ebből mindig kevesek vannak. Fegyver. Kösz. Itt is van azt hiszem valahol egy ilyen futó katonaszerű. Szépek a fények. Itt
Így. Itt nem kell nagyon sok mindenre odafigyelni, csak arra, hogy itt hátul azt hiszem megint van ember, aki majd mindenket megöl, de itt van elrejtve, nem? Ja. Sok értelme nincs, de itt van. Ez a lényeg. Megpróbáltunk ezekre amúgy felugrani. Ráállásunk a dolgokra, de különben nem nagyon fontos. Amúgy mindjárt itt vagyunk a pálya végén. Ezért mondom, hogy nem nagyon nagy dolog ez a pálya, csak az a baj, hogy vannak ilyen kniflige részek, ezt így kimondjam magyarul. Ahol, hát nem szabad meghalni. Ilyen egy. De ennyi. De jó lesz nekem. 4 órán keresztül még rajzolhatok. Na, itt találkozunk először. De itt most már tényleg először találkozunk ilyen erőemberrel. Itt lesz azt hiszem a bal oldalon. Jobb oldalon. Így. Itt tudunk tankolni megint. Piu. Így. Nem értem mi értelme van, de az áramos az jó, hogy föl van töltve. Mert fönt talán kelleni fog. De itt mint hogyha van még, nem? Nincs. Ja. Oké. Okay. Akkor föltankoltunk, és most jön az utolsó rész. Itt nyomhatnánk egy okét, de szerintem lesz kiszedték a játékból. Lesz egy pici story time. Aki észrevette, ott volt egy Marka Ragnos. Denk mal, egy mi egy. Genau richtig, Jedi. Oh. Ott volt Marka Ragnos. Das sollte einen Jedi lehren in. Und jetzt reden wir über diese Killer-Droiden. Okay. Okay. Wo ist eure Fabrik? Versteckt auf Nar Shaddaa. Wenn du mich in Ruhe lässt, verrate ich dir die Lage. No. Jetzt kommst du mit mir mit. Innen lesznek érdekesek a... Innen lesz érdekes a játék amúgy. ...der neuen Republik die Droidenfabrik auf Nar Shaddaa stillgelegt. Gute Arbeit, Jaden. Luke möchte jetzt seinen Plan vorstellen, wie wir die Kultanführer finden. Komm zum Besprechungsraum. Ich spüre viel Gutes in dir. Bleib auf deinem Weg und du wirst ein wahrer Jedi. Das Aram lässt mich weg. Es ist talán itt ez a kék itt bal oldalt. A többinek nincs értelme. Die Jünger Ragnos werden stärker. Sie konnten Macht aus allen Orten gewinnen, die in meinen Aufzeichnungen erwähnt wurden. Wir wissen nur leider noch nicht, was sie mit der gewonnenen Energie beabsichtigen. Es ist unumgänglich, dass wir den Anführer dieses Kults zur Strecke bringen. Aber wie? Wenn sie schon jeden Ort in den Aufzeichnungen besucht haben. Sie haben diverse Orte entdeckt, die ich nicht namentlich erwähnte, so wie Dagobah. Ich befürchte, dass sie weitere Hinweise in meinen Unterlagen deuten und die anderen Orte finden. Wir müssen vor ihnen dort sein. Wenn wir bedenken, wie wir beim letzten Mal einen Schüler verloren haben, müssen wir vorsichtiger sein und in Paaren starten. Kai, Jaden, ihr geht nach Vijun. Vijun? Ist das nicht ein großer, leerer Felsbrocken? Es ist aber auch eine der Festungen meines Vaters. Okay, dann ist es ein großer, leerer, wichtiger Felsbrocken. Ist der Mondstream? Das sollte interessant werden. Ja, ich kenne Gerüchte, dass Luke Vijun besuchte, aber er hat niemals darüber geredet.
V'jun ist gefährlich. Die dunkle Seite ist stark dort. Erdrückend. Seid besonders vorsichtig. Sicher, Luke. Keine Angst. Na. Szokásos fegyvereket visszük, csak is, mert ezeket nem találjuk. Na látjátok, ezt mindig megkapjuk. Ezt is. Ezt ritkábban, de nagyon sokat nem ér. Az egyese az sokkal többet ér szerintem, mint a kettes. A kettes nem az annyit. Ez meg hatásos, de egyik se ér fel azzal, hogy csipázni tudjál jó messziről, hogy áramozni tudjál, hát láttátok. Itt meg igazság szerint ezek inkább multiplayerbe jók, mert most mi értelme van annak, hogy lerakod és megvállod, hogy jön oda egy ember? Nincs. Nincs neked az a reakcióidőd. Na, esős. Ó, ez jó. Sieht so aus, als wäre jemand zu Hause. Luke weiß wirklich, was er tut. Wir landen im Canyon und versuchen, in die Burg zu schleichen. Ach, der Regen ist wie Säure. Wir brauchen Schutz, schnell! Nos. Ide kellett. Az most velünk van. Mert hogy ez történik. Na így, ez most meghalt. De igazság szerint ennek ez a lényege, ennek a zöldnek. Hogy ne halljunk meg. Micsoda logika, nem? Meg még annyi, hogyha picit többet pecséreltünk volna bele az energiába. Itt alatta még sohasem néztem amúgy. Hát, hogy itt is kapjuk ezeket. Közben healelhetünk, de itt a probléma, már látjátok, az, hogy nem töltődik közben az energiánk. De csak 20 kell hozzá. Annyit is ér. Ennyi a Kyle. Milyen szép ez a kék. Ez a baj, látod? Kb. Rögtön meghalsz. Vissza kell lökni. De azt hiszem kettő van. Igen, ez egy ilyen, ez ilyen nehéz. Na mindegy. A holt itt egy. Le lehet jönni a szélére. Nagyon sok ilyesmi lesz a pályám. Csak is azért, mert hát látjátok mi van. Körbenézek, mert itt akkor van elrejtett. Valakit érdekel. Fölvettem, de... Na, hallom, már fönt kijöttek. Mit fognak lesőkálni? Puh, lőve! Ott van. Ő az enyém. És miért nem támadják meg egymást? Na úgy. Ez egy baszó fegyver. Ez egy nagyon baszó fegyver, ez a lila. A probléma az, hogy nagyon sokan vissza tudják lőni.
És ennyi. Ez a nagy probléma vele, de ennyi. Az a jó, hogy itt van velünk a izé, mert különben nem tudnám megcsinálni az egész pályát. Itt lejjebb. A kösz, hogy a hátamba állsz. Így, szóval itt látjátok, most megkapjuk ezt a fegyvert. Ennyit eddig tartott. De itt most nem minden helyre kell, ahogy ez a zöld. Ó, neki is van áramja. Amúgy a Kyle Katarnnal nagyon érdekes sorozatot lehet szerintem csinálni. Sokan nem hiszik el, de én szerintem amúgy érdekes. Ugyanúgy, mint a Windu-ról. Windu? De a Windu-val. Szerintem érdekes. Kösz. Geht auf mich. Nem, ezt én öltem meg. Ha látod, itt is eső. Itt is eső. Ki lehet igazság szerint menni? Megnézhetjük, hogyha gondoljátok. Mit kell hozzá? Hát ezért mondom. De nagyon nehéz pálya, hogy nem az, hogy elsőről meg tudok csinálni. Wir brauchen Schutz, schnell! Kyle, menjél. Akkor ezek szerint csak 30 kell. Szóval ő mindig visszalöki ezeket. Látod? Mert ő mindig visszalöki. Mi megyünk oda. Átvettünk picit erősebb kardmozdulatokra. Enyém. Nem hiszem, hogy ezt most meg kell megint nézzem. De igazság szerint így kéne csak átfussunk. Azok harcolnak majd. Mi meg. Visszamegyünk ide. Feltankolunk ezzel. Így. És akkor mi, hát valahogy így kell végig csinálni, de laza, nem kell túl gondolni. Ez enyém lesz.
Es ist ein Himmel. Hogy honnan jönnek a... Ezek a... Honnan fognak jönni? Csak megölöm egyszer. Ha. Oké, mert azt hiszem fölül van egy. Ja, egy jobb fölül hallom. Van. Jó, ott fönt harcol most a Kyle. Ha, megöltem egyet. Ki gondolta volna, hogy egyedül menni fog? Szeretek itt körbenézni, hogy valami elrejtett kincs, vagy... Ilyesfajta cuccok, tudod? Én csak belehalok. De ahogy látom, az energiám se... De az megy. Legalább az. Látod, mindenhol vannak ilyenek, mert gondoltok arra, hogyha nincsen ilyen képességed, akkor is tudjál healelni, vagy akkor se halljál bele nagyon a mapba. Elvileg végig lehet csinálni. Gyakorlatilag is, mert sokszor megtettem. Az nem azt jelenti, hogy nem kényelmesebb úgy, hogyha megvan már az ability. Már lesznek olyan részek, ha voltatok itt Season 1-be, ahol egy jó hosszadalmas ideig kell menni. Egy még velünk van, nem? Ott az. Kösz. Elmenjünk egyszer a végére is, mert én szeretek itt rumsnüffeln. Így mondják németül. Körül bóklászni, vagy ilyesmi. Beledugni az orromat mindenhova. Ezt így mondják. Itt lesz egy ilyen rövid kerész, ahol át kell futni. De most látod, sok értelme nincs. Onnan fognak jönni. Ja. Okay. Legyen úgy. De általában ez úgy van, hogy mindenki, aki rám támad, arra rátámad a Kyle. Mert ő itt most azért van, hogy igazság szerint engem kísérjen. Mert én csinálom a küldetést, nem ő. Tehát gyakorlatban ez nagyon nem így van. Most például itt jönni fog egy űrge.
Nein. Gleich nicht. Nee. Itt akkor ezek a... Ja, itt ez van. Na, itt kezdődik a futásos rész, hogy... Azt hiszem, itt meg tudunk szállni. Na mindegy, itt igazság szerint no para, mert itt lesznek ilyen gumók, amik alállhatunk. Egy. Általában lesznek ilyen hílek is ott valamelyikre rajta, szóval itt most nagyon nem fogok ezzel foglalkozni. Például itt fölöttünk is van ez. Ott meg elvileg mindenkit megöltünk már. Itt nyomok egyet, mert túlra elkezdek majd keresgélni, de itt elvileg mindenki meghalt. De állok, mert megint az lesz a baj. Nem nyomtam healed. Healed. Ezt a legendás pajzsot. Mondtam. Ja, csak erre kell odafigyelni, a játék az nincs kitalálva arra, hogy én itt passzakodjak itt. Ami nem az, hogy passzakodjak. Nincs semmi. Itt is lesz, ott lesznek alul. Itt most már ezt állítom be, itt elvileg ezt a Kyle mindig megoldja. Látod? Na, tessék, meg is megoldja, mondtam. Halt fel vele. Na, itt akkor nincs. Ja, átmenjünk oda alulra. Itt egy picit futni kell, ez ilyen a játék. Ja, a másik, hogyha bejutunk a vízbe. Vízbe tudsz úszni, ha van ilyen zöldet. Ha nincs, akkor nagyon drasztikusan fog menni az életerőt. De tudsz menni, és az egyik másik, hogy beleesel, kijutni nem fogsz. Mert nincs olyan opció rá. Szóval itt ezt most felszedem. Ott van ilyen elrejtett dolog, hogyha valakit érdekel. Erre mész. Sok értelme nincs. De ezért azt mondom, hogy ezt még ne szedd föl. Majd ott. De érted, fölöttünk van ilyen, és mégis ez van. Szóval ezt mondom, itt van ilyen. Sok értelme nincs, csak az egyetlen egy értelme van. Hogy... Festek, tudod. Rejtek hely. Itt kell majd átmenni, de mi visszamegyünk ezért, amit mondtam, hogy tartsuk itt. Ez jó, és akkor ott kell majd átfutni, és ott nagyon sokszor meghaltam. Csak is azért, mert ez a hülye itt alám ugrott. Így, ide jutottunk. Megvárjuk, mi föltöltődik a juice, mert kell hozzá. Most már ugorni kell. Most van egy. In Deckung! Jetzt werden sie uns erwarten.
Okay, wir müssen uns den Turbolaser holen und den Bomber ausschalten. Also können wir die Seejung. Was will er denn? Oh. Enyém. Itt találkozunk mi egyedül egy ilyen... Ez a miénk. Mikor is itt felhasználhatnánk, de... felesleges. Itt úgy is harcolni fogunk. Befutunk ide alá. Kapjunk egy pici healt. És akkor ezek alatt megint tudunk. Azt hiszem, jó. És ott van, azt hiszem, elrejtve kint. Ha jól tudom. Vagy ilyen elrejtett. Én úgy tudom. Hát akkor rosszul tudtam. Majd meghalok. De és van egy ilyen opció, hogyha használsz egy erőt és megnyomod megint, akkor abba hagyja. Hát látod, nagyon szépen nem tudjuk visszaütni, de azért vissza tudjuk ütni. Na mindegy, itt bejutunk, itt könnyen meghalunk. Nem már csak tudom. Nagy erő. Kösz. De lemehetünk. Most sok... Ja de, ez igen. De különben sok értelme nincs ide leönni. Aztán itt már nem kell majd használjunk ezt a zöld baromságot, mivel felesleges, és majd harcolni fogunk kettő. Igen. Weit kommst du nicht. Was hast du denn? Ez volt egy, amit elhasználtam. Ez volt egy. Váltok. Ááá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 
Így. Nem ezt akartam, ez a bajom. Mindig azt hittük a bátyámmal, hogy ez a zöld. Ez amúgy a juice-t jelenti, hogy itt föltöltődik a juice-unk. Ami igaz. De hülyeség, mert a kék, az ami kék aura, az a juice. Szóval hogy egy picit logikátlan a dolog, de itt már volt, hogy belehaltam, mert itt lementem a középen, és akkor átestem, hogy paf. Ilyenkor az a vicces, hogyha egy ilyen embert ledobsz, ez a nagy kérdés, akkor megkapod a kulcsot.
Mert általában ezeknél az embereknél ott van a kulcs, de hogyha ledobod őket, akkor megkapod tőlük még a kulcsot utólag? Vagy akkor megint elrontottad a játékot? Na, ha jól sejtem, akkor itt most a izéval fogunk találkozni. Jól sejtettem. Itt fogunk először találkozni egy Sith Apprentice-tel, ami igazság szerint a mi szintünk való Sith Apprentice-tel. Okay, der Turbolaser sollte auf der anderen Seite dieser Tür sein. Ach, verschlossen. Da hinten war ein Kontrollraum. Warte hier und sag mir, wenn ich sie offen habe. Ott lenn az a kék. És most elvileg nem kéne meghalljuk. De ez kék, de ezekből lesznek pirosak. Itt sokkal... Igen, sokkal... Igen, megnyertük. Milyen jó, hogy jó az ujjam már. Levágtuk. Ezt úgy bírom ebbe a játékba, hogy itt lehet... Rendesen lehet látni, ahogy levágod a kezét. Nem, miért ne? Dismantle the man. A másik, hogy itt, ez alatt nincsen... ami alul van, itt kell lemenni ahhoz. Ja, ide nem szabad belehalni. Jó lenne, hogyha nem halná bele. És kész vagyunk az első részével a pályán. Hiszitek vagy sem, de ennyi volt. Ez a része. Mert ide futunk. Ennyi. Megyünk a következő részre. Ez már nem vesz meg ilyen. Zum Glück sind wir aus dem Regen. Jetzt müssen wir nach oben in die Burg. Ennyi ideig kellett ez a zöldes. Ennyi ideig. Ezért mondom, hogy igazság szerint no para, megoldható minden. Versperrt. Als wären wir gar nicht willkommen. Mal sehen, ob wir einen anderen Weg hier rausfinden. Sie schließen immer die Tür. Langsam sollten sie es doch gelernt haben. So, ezek le vannak zárva. Nem lehet sem erre se kimenni. Finden. Wäre auch zu einfach gewesen. Wohin es da wohl geht? Boah. Natürlich muss auch noch ein Müllzerkleinerer dabei sein. Na egal, niemand hat behauptet, ein Jedi müsste keine Drecksarbeit machen. Lézerkorda leugrani. De most leugrunk. Ez a 5. részből van, Elliot? 4. részből van? Az, amikor itt összenyomnak minket a... Helyedik. Szóval itt igazság szerint meghalsz, hogyha ott maradtál. Azt nem tudom, hogyha erre ráugrasz, akkor meghalsz. Nem, nem halsz meg. Na mindegy, itt van háromféle opció, amire mehetsz. Van ez. Ami visszafele visz, persze, hülye vagyok. Van ez, ami a jó irány. És van ez, amerre Kyle ment. Amerre mi is mehetnénk, hogyha meg lenne le kellendő erőnk hozzá. Szóval ilyen Assassin's Creed-esen meg tudnánk csinálni, de nem tudunk odáig felugrani, de mehetnénk arra elvileg. De nekünk erre kell menni, mert ide kell följönnünk, ide. De nem nagy dolog. Lövöldözzenek ők. Puf, 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 meghal. Milyen érdekes, nem? Így.
Ez a miénk lehet. Bájön meg a Barcelona. Hát figyelj, én sem maradok sokáig egy ilyen 20 perc fél óra, nem tudom meddig jutok. Itt amúgy szeretem megmutatni itt, hogy hol vannak a dolgok, amik el vannak rejtve. Itt van egy ilyen. Itt el nem látod, de ha bekapcsolod ezt a cuccot, akkor látod, hogy itt van mögötte elrejtett kincs. Szóval ezt ki kell húzni. És akkor ide jutunk el. Ahol igazán nincs semmi, csak az a lényeg, hogy itt van egy ilyen. És ezt nem tudom, hogy vissza lehet-e tolni, mert általában nem lehet ezeket visszatolni, de ja. Legyen ennyi. Itt három kardos mesterre fogunk találkozni. Kettőt megöltünk, egyet őt. Hát sokáig klapp. Ich dachte schon, ich müsste dich jetzt erst überall suchen. Azt hiszem ennél van. Igen, itt ez. És akkor ezzel tudunk nyerni. Ez egy ilyen. Na, megmutatom, hogy merre ment a Kyle. Ő itt ugrott. Látjátok innen lentről, de ennyi. Na, itt lesz a vizes paradicsom, mert itt nem tudunk tovább menni. De itt látjátok, már itt megy az áram. Tehát mi nekünk most ugye ki kell menni, mert hogy valamiért megoldottuk a autó kinyitási problémát. Pont hogy nem oldottuk meg. Ja de, ő oldja most meg. Azt hiszem. Ja igen, mondtam, ő oldja meg. Szóval, most itt vagyunk a vizes résznél. Ez a vizes rész, ez egy picit érdekes dolog. De jó van. Ist auch verschlossen. Vielleicht der Schalter. Oh, komm. Szóval, rövidre zárta. Puff, az leszakad. Jaden, pass auf! Mi nekünk ezeket meg el kell, be kell indítani a pumpákat. Így, ennyi. Ilyen egyszerű, igaz? Nagy dolog, de tényleg ennyi. Így. A droidok általában utálják az izét, az áramot. Itt van elrejtett kincs. Kyle, ruhig bleiben. Solche Rohre habe ich schon mal gesehen. Wir können damit bis nach oben gelangen. Itt. Valahogy megoldottam, de... Így. Na. Kontrollpunkt. Itt át kell ugrani. Kyle az fönt fogja majd, hogy föl tud ugrani. Föl is ugrott már, azt hiszem. Nekünk meg nem kell lelövetni magunkat velük. Így. Vagy azt csináljuk, hogy puf.
így. Ez történik. Szóval itt ezt meg kell oldalunk az ugrást. Nem nagy dolog igazság szerint. Nem is kell gyorsítás, meg semmi ilyesmi. Nagyon laza az egész. Csak nem szabad, hogy elüssön minket. Magyarul mész. És ugrik. Ennyi. Nem kell túl gondolni. Ő itt volt, addig várt, mert miért ne? Itt is van ilyen elrejtett kincs. És erre kell majd tovább menni, de arra is mehetünk, mert ez ilyen kör alakú hely. Ezek jók általában. Nem kell úgyse a fegyvere. Ha mehetünk erre, és a másik oldalon narancssárga lesz ebből. Nagyon érdekes, nem? May the force be with you, Matthew. Hey monk, how are you? How was your day? Ja, és itt van ilyen lézerkardos, igen. I'm not gonna do a long stream today because I have other stuff to do. Other stuff like school stuff. My day was chilly, how was yours? Well, I did sleep a bit. Thanks for asking, by the way. Yeah, well, why wouldn't I ask? Oh, here's another one. My pleasure. So, why wouldn't I ask? So yeah, I have school stuff. Had to do some paintings. Well, not paintings, like sketches don't have one here. But I have to do sketches of some mechanical stuff, like wrenches or. Well, yeah, this kind of thing. So, like. And sometime I'm gonna end the stream, but till then, enjoy. Thanks for being here. Okay. Pop. Streamers are not always so kind, usually you get a hello and that's it. Well. I'm not that kind too. But you don't know me that well, so yeah, I'm trying. And it's always good to see some like fellow streamers or yeah, just some old friends, you know, why not? Yeah. Yeah, we have to jump up here. Itt van egy másik út, igen. És meg lehet nézni, de hát azt hiszem nagyon tele vagyok töltve. De igazság szerint ennyi. Megyünk vissza a körben.
Mert fölfele kell menni mindig ap. És nem is mindegy, hogy melyik oldalán, mert azt hiszem, hogyha itt ugrunk föl, nem történik semmi, igen. I think I remember you playing this game once. Yeah, I did. It's season 1, so like last year so or so. Or yeah, last year or so. Did play this game. Yes. Túl gyorsan végzik a játékkal, az a baj, hogy én pont kiszámoltam, hogy ide fogok jutni. Ide. Csak a probléma az, hogy amint megcsinálom ezt a részt, vége ennek a pályának. Szóval akkor el kell mentsem, és akkor nagyjából vége a streamnek. So I, while I'm telling is, if I do this thing here, do this task here, the map is done. So, like, vielleicht könnten wir diese Spiegel verstellen, die Energie done. Wieder in die Maschine speisen und sie so überlasten. I calculated that I do 2 hours of playing, playtime, but I've done the maps too fast. Well, yeah. So that's it. That's the last one. What a shout. Jaden, bist du okay? Ja, mir geht's gut. Wo bist du? Ich bin mir nicht sicher. Ich hol dich schon ein. Geh jetzt ohne mich weiter. So yeah. He jumps like. So, that's the next map. Or level or. Was ist los, Jaden? Yeah. Nichts, womit ich überfordert wäre. Nos, hogyha szeretnétek picit beleízni kuppantatunk, de igaz lesz, hogy tényleg dolgom van. Szóval mennem kéne, de nagyon sok dolog nem történik, csak jön egy ilyen, akit ugyanígy meg tudnánk bolházni. Ezért, hogy aztán rátámadjon, de igazság szerint ennyi. Nem fogok harcolni, mert felesleges. Szóval az lesz, hogy itt megállítom a mappot. De, ja, ez el fog tartani egy és mentés nélkül csináltuk az összeset végig, nézzétek meg! So in season 1, when I first played this game, I had a lot of saves here. Like, a lot of saves, because I kept dying always. And now, my brother told me that my brother told me dum dum da da dum. So yeah, he told me that I can't save anymore. I can't use and saves because that's illegal or just not fair. So I don't do saves now. Not even one. So yeah. Head off. Na jó van, srácok. Én ezt itt fogom most befejezni. Good progress, yeah, thanks. Mivel nekem tényleg dolgom van, és akkor most még van bőven 4 órám, hogy befejezze ezt a hülye rajzot. Péntek. Péntek stream. Ha minden rendben megy, elvileg lesz időm rá, szóval péntek stream. És akkor addigra megpróbáljuk megcsinálni a Harry Pottert. Friday it's gonna be again a Quidditch with Harry Potter quizzes or riddles or yeah, quizzes. Like I did last one, the quiz last time. So yeah, like those, like that one. That's gonna be on Friday, and
And yeah. Today's stream was a bit short and soon, but yeah, we did good runs. And thanks for being here. Sorry that came late. Or you joined a bit too late, but you couldn't have known. So sorry. But thanks for joining and for visiting a bit. Appreciate it. Have a nice evening then. Yeah, thank you. You too. Eat something, because I'm hungry too. Have something to eat, something delicious and yeah, something good for your stomach. Yeah, szóval köszönöm srácok, YouTube-ba ugyanúgy, mint mindig, leolvashatók lesznek ezek a Star Wars-os, meg Harry Potter-es, meg mit tudom én dolgok, meg az Assassin's Creed, azzal is majd folytatjuk, de nem pénteken. Szóval ennyi lesz. Köszönöm szépen. Thank you. And yeah. See you next time. Bye. Na, sziasztok, srácok. Pa, pa.